Közel 4 hónapos leállás és kényszerszabadság után az előírásoknak megfelelően maszkban készülnek a Csiki Játékszín színészei a pénteki Shakespeare 3. Richard bemutatóra. Az ajtók azonban zárva maradnak a közönség előtt, hiszen a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé az előadás nyilvános megtekintését. Így a nézők bizonytalan ideig lemaradnak a színházi élményről. 3. Richard szerepében Kozma Attila színművészt láthatják majd a nézők, remélhetőleg szeptemberben, az új évad kezdéskor, aki a szerepalkotás élményeiről számolt be. Gondoljunk arra, hogy egy nap hányszor puffogunk helyzeteken, a hétköznapokban. Hogy igen, mert vagy eljutunk oda, mert az, ami eléggé alja már az emberi önértékelésnek, hogy amiatt, mert az egy mocsok volt, nem jutottam előre az életembe, stb. Na úgyhogy ez a darab is. És minden nap játszunk szerepeket. A szomszéd, akivel rosszba vagyunk, és mégis jó napot kívánok, vagy a főnökünk, vagy az alárendeltünk, vagy a partnerünk, vagy a házastársunk, stb. Szerint mindenhol van egyfajta szerepjáték, és csak ezt elfelejtjük. És ami a legfontosabb, hogy amiről ez a darab szól, hogy tulajdonképpen itt van egy ember, aki rájött arra, hogy ő lényegében ő neki megvan benne az az idézőjeles gonoszság, amit mindenki más el akar rejteni. És ő erre rájött, hogy neki ezt nem is olyan fontos elrejteni, vagy hogy nem, egészen pontosan nem kell ezt, ő letagadja. Ez egy nagyon erős, mély önismeret tulajdonképpen. És ennyi. Ez neki a fegyvere, hogy tudja, hogy ő milyen, és tudja, hogy mindenki vagy hatalomittas, vagy valamilyen fajta érdekei vannak ahhoz, hogy előrébb jusson, és ő tudja az embernek az embernek azt a részét, amit el akar rejteni, és ezáltal szerzi az előnyt, és tovább tud menni. A színház a nézők nélkül nem létezik. Ilyen módon a jelenlegi körülmények tekintetében a színház halott. A néző és a színész találkozását és az előadás fejlődését semmilyen alternatív megoldás, mint például az online vetítés nem pótolhatja. Ez az élő színház sajátossága, fejtette ki Vladimir Anton, az előadás rendezője. A fost atât de agresív, ce am trăit și întotdeauna alegem să spunem lucrurile cu care suntem în confort despre noi înșine, dar s-a întâmplat ceva ce ne-a afectat, cred că fundamental, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Iar pe concret, așa aplicat, pe noi ca oameni de teatru, ne-a pus foarte direct în legătură cu acest gând că teatru e mort. În momentul în care e interzis, în condiții de înțeles, întâlnirea dintre spectacol, dintre noi și public, e așa, diagnosticul e că teatru nu există pentru aceste, atâta timp cât există în vigoare aceste norme. Vom găsi soluții să jucăm în exterior, vom încerca să căutăm soluții, să intrăm în legătură directă cu spectatorul, dar ele nu pot fi decât temporare. Varianta cu teatru online e ceva în care, sigur, e iarăși, e o soluție de avarie, dar legătura atât între actori pe scenă, cât și între actori și spectatori, e o relație nemijlocită de niciun alt mediu. Acesta e specificul acestei profesii. Amint újraindultak a próbák, rendező és színész számára is egyértelműen kiderült, hogy a jelenlegi helyzet ellehetetleníti a munkájukat, hiszen a színjátszás lényege veszlik el a maszk alatt. Így arra a döntésre jutottak, hogy a biztonsági okokból a nyilvános bemutató az országos és helyi rendelet módosításáig elmarad. Július 28-ai kezdett el, meg belecsapunk egy olyan történetbe, aminek egyelőre ilyen munkacímet adtunk, hogy színházi esték a Csiki Játékszínnel, ami azt jelenti, hogy 3 helyszínen
így tervezet szerint, mert most megint csak tervezetről lehet beszélni, három helyszínen tudnánk megmozdulni, ezek a helyszínek a Mikóvár, a Kulisszaterasza, illetve a itt látható Hunyadi László kamaraterem melletti kilépő, és ide terveztünk kisebb-nagyobb, közepes, tehát kisebb-közepes és nagyobb horderejű és volumenű előadásokat. Ilyeneket terveztünk be július 28-tól augusztus 31-ig, hogy Ásókapa, gyorsan Márdirosz Ágnes ballada estje, Szabó Enikő megzenésített versek előadása, Mesehetes, Mágnás Miska, nagy kérdőjel, Jackol dalai, ami már korábban ugye be volt tervezve, harmadik Richard a Mikóvárban, ez egy külön kiadása lenne a harmadik Richardnak, és egy elég nagy kuriózum, így ahogy egyeztettünk a rendező úrral is. Válogatás az elmúlt évadzárók dalaiból, és Mint halálig Beatles-e fog jönni, ha minden igaz. Mindemellett még mindig ott van a meghívás, és áll a meghívás a Kisvárdai Fesztiválra, ahol augusztus 25-én kell játsszuk a Sirály előadásunkat. Úgyhogy az kapott meghívást. Úgyhogy tennivaló van bőven. Nem tudok egyebet mondani, mint hogy megpróbálunk megfelelni, és tényleg valahogy most már végre a közönség szolgálatába állni. Ahogy lehet. Bízva abban, hogy a járvány enyhülése mi hamarabb a színház sorsát is visszaállítja majd a régi kerékvágásba, a színészek és színházi emberek országszerte rendületlenül folytatják munkájukat az adott lehetőségek keretén belül, remélve, hogy számukra is eljön a pillanat, amikor teljes bevetéssel újra szolgálhatják majd a közönséget. Yeah.